65 évvel ezelőtt ez a hely, ahol most állok, egy brutális gyilkosság helyszíne volt. Az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik legutolsó szervezett fegyveres ellenállása Tatabánya 6-os telepen zajlott 1956. december elején. Ennek egyik szervezője és vezetője volt egy helyi bányász, Gerstmár János Vályár. Őt verték agyon az egykor itt álló kettes számú tiszti rendőrőrsön 1957. március 1-én késő este. Ez egy ismeretlen történet, ismeretlen tragédia, mivel a részleteket megpróbálták eltitkolni, az áldozatot elvitték Komáromba és egy jeltelen sírba temették, és az elkövetőket nemhogy meg nem büntették, de túlnyomó többségüket előléptették és kitüntették a Kádár rezsim hatalmának megszilárdításáért végzett tevékenységükért. Az utóbbi 5 évem javarészét ennek az ügynek a feltárásával töltöttem. Nem csak az események láncolatát és a pontos történéseket sikerült feltárni, de az áldozat, valamint a 13 elkövető életútját is. Az elkövetők közül a legutolsó még életben lévőt 2020. januárjában fel is kerestem a Tiszántúlon lévő otthonában, és beszéltem is vele. Azóta már ő is elhunyt. Ez a történet nem csak az áldozat, hanem az elkövetők története is. Ahhoz, hogy kellő kontextusba tudjuk helyezni a gyilkosság eseményeit, szükséges kicsit beszélni az előzményekről is. Tatabányán is, ahogy a vidék legnagyobb részén, 1956. október 26-án győzedelmeskedtek a forradalom erői, és szerencsére itt vér nélkül. Tatabányán októberben nem volt a forradalmi eseményeknek halálos áldozata. Ez így maradt 1956. november 4-éig is. Ezen a napon azonban sajnos már itt is voltak halottak. Ezen a napon dördült el egy olyan sortűz, melynek 6 halálos áldozata volt, és számos súlyos sebesültje. A legsúlyosabb sebesült mindkét szemére megvakult. Ez az esemény a Volt AVH laktanyánál történt robbanás. A feldolgozásokban balesetként szerepel, azonban egyértelműen sikerült bizonyítékokat találnom, hogy itt egy sortűzről volt szó. A elkövetőt is meg tudom nevezni, de a részletekbe itt most nem mennék bele. November 4-e után Tatabányán is megalakult a karhatalom, a helyi karhatalom, a pufajkások. Itt a helyi vezető Ber János tartalékos őrnagy volt. Ahogy az ország legtöbb településén, így Tatabányán is a helyi karhatalomhoz számos túlkapás és visszaélés kötődött. Itt is a bántalmazások és a karhatalom basáskodása az folyamatos volt november folyamán. Ezzel magukra is haragították a helyi lakosságot. Tatabánya is ugye egy nagyon fontos vidéki forradalmi bázis volt, és igyekezett is a település kitartani a forradalom eredményei mellett. December elején ezért több nagy tüntetése is sor került, részben december 5-től Budapesten letartóztatott munkástanácsi vezetők kiszabadítása érdekében, részben a Ver csoportból sokak leszerelése érdekében, illetve a Bányász Rádió vezetését is szerették volna lecserélni a helyiek. December 7-én Óvárosban a Városi Pártbizottság épülete előtt volt egy olyan nagyszabású tüntetés, ahol a pártbizottság épületében volt benne egy szakasz a Ver csoportból is. Végül itt a tüntetést sortűzzel oszlatták fel, és ennek másfél tucat sebesült áldozata is volt. Ezt követően 6-os telep, illetve csatlakoztak hozzájuk 7-es telepiek is, 6-os telep lakossága fegyvert fogott, felfegyverkezett, hogy megakadályozza a telepről a fiatalok karhatalom általi elhurcolását. Ez a 6-os telepi ellenállás december
7-e estétől december 10-éről 11-ére virradó éjszakáig tartott. Ez volt az egyik legutolsó szervezett fegyveres ellenállás Magyarországon, ráadásul lakott területhez kötődött. És itt ez jelentős részben a helyi karhatalom basáskodása miatt indult meg. A hatostelepi ellenállást december 10-éről 11-ére virradó éjjel a karhatalom csak a szovjet csapat erősítések bevetésével tudta leverni. Ennek a harcnak itt több halálos és számos sebesült áldozata is volt. Ennek a hatostelepi ellenállásnak volt az egyik fő szervezője, egy Gerstmár János nevű helyi bányász. Ő 1922-ben Móron született, és családjában 1928-ban érkezett Tatabányára, ugye a MÁK RT munkaerő felszívóhatásának következményeként. 1939-től dolgozott a helyi szénbányáknál, és a ranglétrát végigjárva, ugye takarítófiútól Vájárig, ekkor már Vájárként dolgozott. A helyi ügyészség januárban vizsgálta a tevékenységet, de vádat még nem emeltek ellene, viszont az özvegye visszaemlékezése szerint már ekkor legalább egy alkalommal súlyosan bántalmazták a hatostelepi 2. számú tisztirendőrösön, illetve Naus Rudolf visszaemlékezése szerint már decemberben súlyosan megverték Gerstmár Jánost a Hunyadi laktanyába a pufajkások. Naus Rudolf is hatostelepi ellenálló volt. 5. decemberben a statárium ideje alatt egy utcai razzián a motozás közben pisztolylőszer találtak nála, aztán házogatásnál fegyverek is előkerültek, és statáriál is bíróság halálra ítélte majd másodfokon, életfogytigra változtatták az ítéletét. Itt a csatornán egy vele készült interjút is találtok. Végül 57. márciusában kezdődtek a nagyszabású letartóztatások a hatostelepi ellenállókkal kapcsolatban, és végül is egy a legnagyobb tatabányai per, az az övék volt, 25 vádlottat vonultatott fel. Ennek lett volna a harmadrendű vádlottja Gerstmár János, ha megéri. Azonban ő ekkor már nem volt életben, és nem került be a vádlottak közé, mivel 1957. március 1-én késő este kihallgatásra vitték be a hatostelepi 2. számú tisztirendőrőse, és este a kihallgatás közben rendkívüli brutalitással 8 pufajkás, 4 rendőr és egy önkéntes rendőr agyonverték. Hogy mit kerestek pufajkások a rendőrösön? A hatostelepi ellenállás levelését követően 1956. december közepétől mindig volt ide vezényelve egy szakasznyi egy tucat pufajkás, hivatalosan ugye a közrendvédelem erősítésére, gyakorlatilag hatostelep lakosságának a fékentartására és terrorizálására. Kaptak egy külön pihenőszobát is, ekkor is itt voltak. Gyakorlatilag az ő pihenőszobájukba vitték be Gerstmár Jánost, és ott verték agyon. A szerencsétlen áldozat próbált volna asztal alá bújni, illetve a szobába is kimenekülni, de az asztalba is kirángatták és ki se engedték. A boncolási jegyzőkönyvben is fennmaradt, megtaláltam, és ez is megerősíti a rendkívül súlyos bántalmazás tényét és a rendkívül súlyos sérüléseit. Mindkét karja, alkarja és felkarja is nagyon össze volt verve. A háta, a feneke, combközéptől lefelé a lábai, de legalább egy ízben a talpait is ütötték, illetve a feje tetején is voltak olyan sérülések, amik egyértelművé tették, hogy oda is kapott gumibotta ütéseket. Ugye itt főleg gumibottal történő bántalmazásról volt szó. A karhatalom
tagjainak is a felszereléséhez tartozott, nem csak a rendőrségnek, de pofozták, illetve ököllel is ütötték, illetve több rugást is kapott. A sérüléséhez hozzá kell még adni, hogy a boncolás azt is megállapította, hogy 4 bordáját is eltörték a bántalmazás közben. Miután az áldozat meghalt, az elkövetők a kirendelt igazságügyi orvosszakértőt megpróbálták arra rávenni, hogy hamis tartalmú jegyzőkönyvet állítson ki, miszerint a áldozat beteg volt, senki nem bántotta, csak magától rosszul lett és meghalt. Ő azonban dr. Válent József rendőrfőhadnagy, aki rendőrtiszt is volt, és ugye orvosként a rendőrségnél is volt állományban, igazságügyi orvosszakértőre nem volt hajlandó. Nem csak ő háborodott fel az eseményeken, hanem jó néhány más rendőr is. Ezért végül bár kifelé hírzárat volt elrendelve, eljárás indult, de csak a rendőri elkövetők ellen. Egyébként hozzá lehet azt is tenni, hogy volt olyan az állampárt által a rendőrségre rátolt kommunista rendőri vezető, a Városi Közrendvédelmi Osztály vezetője, aki éjfélkor szintén, amikor kiérkezett a helyszínre, a áldozat holttestébe belerúgott és megdicsért az elkövetőket. Ez az ember is tele volt bántalmazási ügyekkel, és később aztán sikerült a rendőrségtől fegyelmi úton eltávolítani, de pártvonalon intéztek neki egy jól fizető állást a bányánál, tehát el tudták helyezni később is. Ami a eljárást illeti a rendőrök esetében, két rendőrt helyi hatáskörben az új megyei rendőrfőkapitány Vince Béla megfenyített. Bírósági eljárás az csak két rendőr ellen indult. Ezt ugye a fegyveres testületről lévén szó a Budapesti Katonai Bíróság tárgyalta 57 nyarán. Mindketten fejenként 6-6 hónap, 3 évre felfüggesztett szabadságvesztést kaptak, de a jogkövetkezmények alól azonnal mentesítették őket, tehát beosztásukat, rendfokozatukat megtarthatták, és később semmi negatív jogkövetkezménye részükre ennek az esetnek nem volt. A pufajkás elkövetők ellen nem indult eljárás, őket nem büntették meg, csak kitüntették ugye a munkásparaszt hatalmát emlékéremmel, és üzemüket magasabb beosztásba is helyezték a tavasz végén a karatalom feloszlatásakor. Ami az áldozat családját illeti, a feleségének azt mondták, hogy úgy halt meg, hogy leesett a teherautóról, és Komáromba vitték el, az övéket is elvitték magukkal, Komáromba vitték el eltemetni. Komáromhoz korábban az áldozatnak nem volt semmi köze, és regisztrálatlan sírba került a városi temetőben. Jó magam 2017-ben próbáltam beazonosítani a eltemetés helyét, de a temetőanyakönyvekben nem találtam bejegyzést róla. Vélhetően egy olyan parcellába temették el, ahol a név nélkül Dunába talált azonosítatlan vízihullákat temették. Ami az elkövetőket illeti, a 13 fő elég érdekes leképezése volt a rendszernek. Ugye voltak közülük többen olyan keményvonalas idős kommunisták, akik bárkit gyakorlatilag arra lett volna szüksége, a politikai jogból bántalmaztak volna, ahogy ez itt meg is történt. Voltak olyanok is, akik nyilván hasznot reméltek ebből, voltak, akik így próbálták a rendszer iránti hűségüket igazolni. Itt is több
külön egyéni motiváció volt. Volt az elkövetők között, pufajkások között olyan is, aki 1944 végén Budapesten fegyveres nyilas pártszolgálatos volt, de volt olyan is, aki a családi háttere miatt, az én véleményem szerint nagyon frusztráltnak érezte magát, mivel édesapja Foxbon tag volt, akit ezért internáltak is a háború után. Az öccse pedig az 1940-es nagy nyilasok által szervezett bányásztrájk egyik résztvevőjeként került internálás alá még a Horthy-korban, és az ekkor szerzett betegségében halt bele még a háború idején, tehát az édesapja Foxbon tag volt, az öccsét ugye nyilasnak tekintették, ezért benne véletlenül nagy adag frusztráció működött, és nagyon próbálta igazolni a rendszerhez való hűségét, ami számomra a legmegdöbbentőbb volt az ő esete, azért, mert ő gyerekkora óta ismerte az áldozatot, gyakorlatilag a gyerekkori játszópajtását verte agyon a társaival együtt. Ami a elkövetők későbbi sorsát illeti, egy pufajkást aknaüzemvezetőnek neveztek ki, mint legmagasabb beosztás. Többen lettek közülük személyzeti vezetők, ami egy ilyen tipikus jutalombeosztás volt akkoriban. A jól fizető, jó pozíció. Voltak köztük olyanok is, akik az italozó életmódjuk miatt a korábban is már nem feleltek esetleg meg, így a későbbiekben is voltak velük problémák. Volt olyan, akit később egy rendőr kényszerintézkedés során meg is vert gumibottal, illetve olyan is, aki egy éttermi verekedés nyomán felfüggesztett börtönbüntetést kapott a későbbiekbe, de olyan elkövetőt is találtam, aki később ideig bányászként dolgozott, és meglopta a bányába a kollégáit. Ami a négy rendőri elkövetőt illeti, egy fő még 57 őszén balesetben életét vesztette, ketten közülük elég hamar leszereltek a rendőrségtől, és a civil életbe helyezkedtek el, ez független volt ettől az ügytől, míg negyedik társuk a 70-es évek közepén vonult nyugállományba rendőrőrnagyként, tehát hosszú karriert futott be a rendőrségen, és érdemi hátránya gyakorlatilag semmilyen retorzió nem érte emiatt az eset miatt. Ami az áldozat családját illeti, az özvegy túlélte a rendszerváltoztatást, 95-ben hunyt el, de nagy nyomorban és félelemben élt. A testvéreinek a leszármazottait megtaláltam, de szimbolikus, hogy már egy képet sem tudtak ők sem mutatni, és így én sem az áldozatról, tehát szinte teljesen elenyészett és elfeledéseit jelentett ez a szerencsétlen ember. Sírja nincs, még egy fénykép sincsen róla, mintha nem is létezett volna. Azt tudni kell, hogy ráadásul nem ő volt az egyetlen helyi forradalmi vezető, aki úgymond leesett a teherautóról, mert még egy ilyen esetet találtam, csak a másik esetben a elkövetők nem beazonosíthatók, és egyértelműen nem igazolható az idegenkezűség a halálába, de én meg vagyok győződve róla, hogy őt is megölték. Majd róla is készül egy ilyen kis videó. Ami a neveket illeti, ugye nem véletlenül hagytam ki a elkövetők neveit, konkrét nevek említését, azért nem kerültek még bele ebbe a videóba, mert ugye nyilván itt konkrét bizonyítékokat nem tudok felsorolni, és azért gyilkossági vádnál súlyosabb vád nincs,
tehát a videóból kimaradnak, de erről az esetről írt monográfiámban benne lesznek a nevek is, és a bizonyítékok mindenkivel kapcsolatban, aki részt vett ebbe a emberölésben. Ugye utolsó pillanatban csináltam meg ezt a kutatást, ugye az elmúlt 5 évben. Még találkoztam olyan szemtanúval, találtam olyan szemtanút, idős rendőrtisztet, aki ekkor a városi rendőrkapitányság állományán teljesített szolgálatot, és másnap reggel látta a holttestet is, nagyon sok értékes plusz részletadattal tudott szolgálni az eseményekkel kapcsolatban. Sőt, a közelmúltban még az egyik elkövető is élt. 2020. januárjában fel is kerestem őt a Tiszántúlon. A feleségek is ilyen szívrohamot kapott az ajtóban, amikor mondtam, hogy mi miatt keresem őket, telefonszámot nem tudtam, tehát telefonon tudtam őket elérni, úgyhogy hivatlanul csöngettem be. Egy jó 20 percet beszéltem vele, nagyon érdekes beszélgetés volt, nyilván egyedi beszélgetés. Biztos, hogy bántotta a lelkiismeret, mert azt mondták az áldozatról, hogy rendes ember volt, tipikus bányász. Természetesen nekem ott helyszínen tavatta a bántalmazásba való részvételét, de ez irreleváns, mert vannak egyértelmű bizonyítékok a saját korbeli tanúvallomása is, amit szintén megtaláltam, de már időközben ő is elhunyt 2021 tavaszán. Azt ugye fontos kiemelnem természetesen, hogy indult ez az ügy, mert találtam korábban ezzel kapcsolatos említéseket, hogy Gyesmár János megölték, csak bizonyítékot nem. Homola Pista bácsi, egyik helyi 56-os, aki a TIB-nek is, a helyi TIB-nek is az egyik motorja volt, ő segített az első konkrét nyommal 2017 őszén, és úgy göngyöjtettem fel az eseményeket. Ugye néhány apróságot itt a helyi Tatabányai Városi Levéltárban is találtam, de ilyen jelvéret anyagunk nekünk nincs. A Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom megyei levéltárában találtam sok mindent. Aztán Budapest főváros levéltárában, HMHIM hadtörténelmi levéltárban az ügyjel kapcsolatban, hogy görgettem végig a szálakat és tártam fel a forrásokat. Emellett külön kiemelendő és fontos a rendőri vezetők segítsége. Itt külön kiemelném Farkas Gábor rendőr dandártábornok urat, a Komárom-Esztergom megyei rendőr főkapitányság vezetőjét, ugyanis rendőrségi irattári anyagokat is felhasználtam, nem csak Komárom-Esztergom megyéből, hanem a BRFK-tól, illetve Békés megyéből is, tehát egy nagyon széles forrásbázison alapuló kutatásról beszélünk, és minden elérhető forrást igyekeztem megtalálni és felhasználni. Ha tetszett a videó, akkor várjátok a könyvet, amit a kéziratot idén be fogom fejezni, de hogy konkrétan mikor jelenik meg, az nem csak tőlem függ, illetve a következő videót, ahol a másik olyan tatabányai forradalmi vezető is szerepel majd, akit szintén nagyon gyanús körülmények között vesztette az életét, és aki szintén úgymond leesett a teherautóról.